Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 24-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Juhász Lászlóval, a Székely Bál főszervezőjével, majd megtekintünk egy goblen kiállítást a Halászkastélyban, beszámolunk a tánc világnapjáról, végül pedig ellátogatunk egy musical bemutatóra. Tartsanak velünk, következzék tehát Juhász László. Nos, kedves nézőnk, ahogy ígértem, a Székely Bállal fogunk foglalkozni, mégpedig azért, mert ennek tradíciója van immáron, és hát a koronavírus okozta szünet után ismét lesz, mégpedig szombaton lesz ez a Székely Bálunk. Ez a Kárpát-medencei magyarság ünnepe. És akinek ezt köszönhetjük, illetve nyilván a társaival együtt, az nem más, mint Juhász László, aki egyrészt önkormányzati képviselőként, másrészt pedig a Válasz Független Civilekért Egyesület vezetőjeként is nagyon sokat tett azért, és tesz azért évközben. Honnét jött a gondolat, hiszen kezdjük azzal, hogy azt nagyon is jól tudjuk, számtalanszor találkoztunk Székelyföldön is, hogy nagyon komoly kapcsolatot alakítottatok ki, és rengeteg segítség érkezett a jóvoltatokból Székelyföldre. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hát igen, hogy az élet ezt úgy hozta magával, mert valószínűleg a személyiségem is bevonza, hogyha megyek valahogy, de hogy gyűjtöm az információkat, és akkor az egy halmazzá válik, és abból előbb-utóbb valami történik, hogyha találkozok valamivel, hogy impulzus ér engem. És gyakorlatilag így a Fehérvár Székely Bál ötlete is innét jött, hogy egyrészt az egy dolog, hogy vagyunk azért Magyarországon, és hála Isten egyre többen, akik szeretünk kijárni az elszakított országrészekre. Másrészt szövész mindig van egy nagyon nagy réteg, akinek ez testidegen. Tehát még mindig ott járunk 2022-ben, hogy még mindig van, aki lerománozza az ottani magyart, leukránozza, hogy tiszt legyek a kárpátai magyart, és sorolhatnám. Tehát ezért jött az a gondolat, hogy Fehérváron is valósuljon meg a tevékenységünkből valami, ami által bár picit kevesen talán, nem olyan sokan vannak egy ilyen bába, egy ilyen város lakossága az mérten, de mi ezzel egy 2-3 hónapig dolgozunk, tehát híradások mennek, azért találkoznak vele az emberek mindenképpen, és hogy az ottani kultúrát, az ottani magyarság létét is egyre jobban ismertessük meg itt a Magyarországon, és hogy még ezt a amúgy fölfele növekvő tendenciát, hogy egyre többen ismerkednek a határon túl a magyarság kultúrájával, történelmével, ez mindig szélesebbre tárjuk, tehát mindenképp ez volt a gondolatébresztő, hogy Fehérváron is egyre több olyan dolgot csináljunk, amivel ezt be lehet mutatni. És ez méltóságot ad, méltóságot sugal minden egyes rendezvény. Én azt tapasztalom, hogy azért jönnek Székelyföldről, és természetesen ugye itt azért menjünk tovább, hiszen nem csak Székelyföld, hanem kárpátaljai, délvidéki, felvidéki barátaink is itt vannak általában, hiszen bár ezt nem így nevezzük, hiszen egy bárról van szó, de egy nagyon komoly segélyösszeg gyűlik össze esztendőről esztendőre. Igen, a bálnak ugye az a cím, hogy a mostanak konkrétan egy 5. Székesfehérvár, jótékonysági Székesfehérvár Székely Bál, és van egy alcím, hogy a Kárpát-medencei magyarság ünnepe. A címben gyakorlatilag mindenben van. Ugye maga, ami a kultúra, a tradíció, amit a legjobban meg tudunk jeleníteni, amire az emberek találkoznak, az leginkább a Székely, az, ami a legdominánsabb az elszakított országrészeket tekintve, létszámában is nézve a egyebekbe is. Viszont mindenképp szeretnénk mindegyik kultúrából egy kicsit ide csempészni, ide hozni, és forgós rendszerre van, amikor lehetőségünk, hogy mind a 4 elszakított, nagy elszakított országrészt megjelenítsük a bálba, most csak 3, most a felvidéket kihagytuk, mert így is már a műsorra egy kicsit túltoljuk a műsort, akár mondhatnánk ezt az ott is, hogy túltoljuk, hiszen a kettő együtt össze is főleg, hogy túltoljuk a műsorban, majdnem átértem, de még maradok ennél a gondolatmenetnél, hogy gyakorlatilag be tudjuk mutatni a kinti kultúráját, mindig elszakított országrésznek egy-egy szeletkéjét, és ezen kívül nekik is Fehérvárt, mint a koronázó királyi várost is, akkor ide tudjuk vonzani őket, tehát Fehérvárnak is adunk egyfajta reklámot, sőt, ugye nekem már volt rá példa, én tudok róla, hogy utána mások szívesen tértek vissza a nyaralásuk alkalmával, egy-két napra Székesfehérvárra, és nem, amikor már itt voltak, akkor tudtam róla, hogy erre járnak, tehát hogy azért vannak ilyen a kis apró lépések, és azt se felejtsük el, hogy Székelyföldön, hogy a Csíkszered a
Székesfehérvár testvérvárosa, de más partnervárosaink és testvérvárosaink is vannak Erdélyben is. Tehát gyakorlatilag ennek a partnerségnek is a minőségén ezen tudunk javítani, hogy egyre több kontakt van. Igen, tehát én arra figyeltem fel egyébként, hogy esztendőről esztendőre nagyon nívós programok vannak, tehát olyan betétek, amelyek fontosak, és ráadásul természetesen határon túli művészeink is megmutatkozhatnak. Viszont az idén, azért tegyük hozzá, eddig a Szent István Művelődési Ház adott otthont, idén a MOL Aréna Sóstó rendezvényközpontban lesz ez, és a BÁL művészeti vezetője Ruf Tamás. És ahogy böngésztem itt, hogy kik lépnek fel, azt látom, hogy fantasztikus névsort sikerült meggyőznötök idén is. Igen, hát azt gondolom, hogy elhangzott a művészeti vezetőnek a neve, a Sors Fintora érdekessége, hogy a Tamás ugye most már többedik bálunknak a művészeti vezetője, és még akkor nem volt az Alba Régia szimfonikus zenekarnak az igazgatója. Gyakorlatilag időközben ő is előrelépett a szakmai ranglétráján, hogy így is mondhatnánk, tehát oda-vissza megerősítés, hogy mi is jól választottuk, amikor évekezőtől rábíztuk magunkat, hiszen szakmailag ő is még egy nagyon nagyot lépett előre. És azon kívül ugye a fellépőknek a névsora sem utolsó szempont. Próbáltunk egy picit most visszakötni az utolsó bálokhoz, hogy ez a kimaradt két év a Covid miatt, és nagyon kevés idő volt a szervezésre is, mert azért március vége előtt nem nagyon mertem belenyúlni, mert azért ez több hónapos munkát is igényel egy előkészítés, és ki tudja még a vírushelyzettel mi lesz. Tehát inkább azt mondtam, visszanyúltunk a régi partnerekhez, nehogy potyára essünk, illetve amit az elmaradt bálba 2020-ba szerettünk volna megvalósítani, annak egy részét hozzuk most elő. De visszatérő vendégünk László Attila, aki 2003-ban a Erdély férfi hangja volt, és nagy sikerű volt, amikor itt volt a Székelybába, és neki olyan tematikus, érzelme, dús, hazafias dalai vannak, az az orgánummal ráadásul megáldva. Tehát az a hangszín zseniális. Igen, az a hangszín, az fantasztikus, és ráadásul egy nagyon jó előadó is abban a tekintetében, és amikor néha beszél a számok hetvezetések között, az is egy élvezhető rész. Úgyhogy a László Attilához gondolom nem nyúltunk félre, és ő Kézdivásárhely szülötte. Aztán ha Erdélynél jártunk, akkor egy szintén visszatérő partnerünk, de változó produkciókkal. Idén a Szentegyháza, egy nagyon baráti testvértele, vagy nem testvér hivatalosan, hanem baráti településünk Szentegyháza, Székelyföld szívében, a legmagasabban fekvő magyar város, és a legmagyarabb magyar város Erdélyben. Ami a lelket kellős közepén van, mint tudjuk. Mondhatjuk, hogy a második otthonad. Így van, és tényleg annyira otthon vagyok már ebben, hogy bár kihagyhatatlan is, és olyan erős kulturális élet van, tehát azért nem a személyes érzelm dominál, hanem egy 7000 fős településen idén ünnepli a 40. fennállását a Szentegyházi Gyerekfilharmónia, aki ugye a közvetítésemmel is már kétszer felléphetett Fehérváron 14-be és 19-be, és most egy fantasztikus produkció volt májusban 40, Fili 40 tekintetében, hiszen a 40 év fellépőbe, azt tudni kell, hogy 6 évestől kb. 20 éves korig vannak a filharmóniában, és egyszer olyan 140-en lépnek fel a 40 zenész, 100 énekes, és 6 éves kortól 20 éves korig. És idén a 40 évet úgy ünnepelték, hogy a 4 évtizedet külön választották, és a 4 generáció ünnepelt a koncertekkel, és 700 fellépője volt, ennél többen voltak a 40 év alatt, de ennyi, akit aktívan vagy el tudtak érni. És gondoljunk bele, egy 7000 fős településen 700-an aktívan fölléptek. Ha csak annyit mondok, hogy a szülő vagy testvér vagy, nincs az a 7000 fős településen, akit ez ne érintett volna, és ők közülük jön egy kis a Fili 40 tiszteletére idén ismételten egy és kis ne csoport. Feledkezzünk meg barátunk a műsorvezetőről, hiszen Berec István az örökös aranysarkantyújával sokkal, de sokkal többet tett a határon túli nemzedékekért, mondhatom, hogy nemzedékekért, mert hogy egy fantasztikus ember. A bevétel az mindig nagyon fontos, de hogy kinek jut ebből a bevételből, az megint egy nem különben, hiszen én azt gondolom, hogy most ebben a háborús helyzetben kiemelten fontos, hogy a kárpátaljai magyar barátainkat segítsék. Igen, hát két fő célt mondanék dominánsnak mindenképpen. Az egyik az egyértelműen a kárpátaljan a kellett, hogy legyen. Azt mondjuk, hogy a fő prioritást a kegyes alapítvány élvezi, de ugye olyan gyorsan változnak és történnek a dolgok, hogy lehet, hogy máshova is nyújtunk majd segítséget, meglátjuk ugye, hogy mi a vége elszámolás ilyen értelemben. Tehát mindenképp a kárpátai magyarságon keresztül megsegítésről beszélek, azért azt most hangsúlyozom, hiszen ugye sokan ismerték azt a szerepemet, hogy az ukrajnai menekülteknek is rengeteget segítettünk. Az ukrajnaiaknak szólt, illetve vegyesen ott
szólt orosznak, ruszinnak, magyarnak, ukránnak, mindenki, aki menekül státuszba. Itt viszont kifejezetten a Bálba, a Kárpátalján a magyar oldalnak szeretnék segíteni, hiszen a háború azért mindenképpen hosszú távon is nyomasztóan hat az ő életükre. És ez a kegyes alapítvány onnét indult, hogy a Munkácsi kórházban az elfelejtett, ha most csúnyán akarnék fogalmazni, de így talán értettőbb, hogy az ott hagyott, oda pottyantott gyermekeket, akit a szülő ott hagyott és nem vitte haza. Sok esetben nem is tudják, hogy ki a szülő. Ezeket a gyerekeket a Munkácsi kórházban elhagyott gyerekeket kezdte először fölkarolni ez a kegyes alapítvány, és aztán utána bővítette a tevékenységét, és gyakorlatilag egy nagyobb sugarú körbe az elfelejtett elhagyott gyermekeknek a patronálása, nevelése, vagy nevelőszülőhöz való összekapcsolása, megtalálása a céljuk. Tehát olyan kisgyerekek, akik nem tehetnek rá, sok esetben egy-két hetes csecsemőket karolnak föl, és amúgy a menekültgyűjtéssel kapcsolatban is vittünk nekik adományokat már, hiszen szerencsére nagyon sok babaholmit, babakocsit hoztak be ott is, tehát már van egy élő kapcsolat, de 2020-ban szerettünk volna nekik segíteni, akkor Covid miatt elmaradt a Bál, és ezért őket leporoltuk, ezt a gondolatunkat, és elővettük, és hogyha ezen túl is tudunk még segíteni, akkor a kárpátai magyar közösségnek, ahova nagyon kell segítség, oda fogjuk adni. Ez így kerek. És emellett nem feledkezhetünk meg róla, ugye Csíkszeredáról már tettünk említést, hogy egy köztéri alkotás adományozása is várható. Igen, hát gyakorlatilag a felvezetőmben is mondtam, hogy egy lelki része is van mindenképp ugye ennek a Bálnak, és egy nevelési, tanítási célzatja is van, és ami egy picit a Fehérvárhoz is köthető, hát azért Fehérvári Székely Bálnak nevezzük, és itt a Fehérvár esetében, és gondolom tovább is megyek egyet, ha benne van a Bálunk címé, vagy a Kárpát-medencei Magyarság ünnepe, akkor azt is mondhatnám, hogy az Aranybullának a fehérvári kiadása, az az össznépi Kárpát-medencei Magyarságnak az egyik, ma már azt mondjuk mindenképp büszkesége, hiszen a Magna Carta után gyakorlatilag Európa első szárazföldi alkotmánya itt Székesfehérváron a mai nevén vagy köznyelben a Csúcsoshegyen született meg, és ezért azt gondoltuk, hogy a két testvérváros, ha már Székelybál, akkor az Aranybulla 800-at jelenítsük meg valahogy Csíkszeredában is, és gyakorlatilag egy 60 cm átmérőjű bronzalkotást az Aranybulla pecsétjének az egyik oldalát adományoznánk Csíkszereda a részére, és ezzel is a testvérási barátságot is gyakorlatilag elkötelezettét, illetve hát a csíkszeredaiak figyelmét is fölhívja a nemzettörténelmi fővárosára, Székesfehérvárra. Köszönöm szépen, Lacikám, és hát én azt gondolom, mi természetesen ott leszünk, és beszámolunk erről, ugyanúgy, ahogy eddig 30 percben. Kedves nézőink, önöknek pedig felhívom a figyelmét, hogy bár már kedv van, de azért még van idő, és a bárra több árkategóriában válthatók még belépők és támogató jegyeket is lehet vásárolni. Találkozzunk ott. Köszönöm szépen. Mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Megnyílt Péreli Zsuzsa Goblen művész kiállítása a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. A tárlat július 1-ig látogatható. Márciusban a Kápolnásnyéki Halászkastélyban megnyílt és a nyár közepéig látogatható kis életmű kiállítás végigvezeti a látogatót Péreli Zsuzsa, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth és Munkácsi Mihály díjas magyar képzőművész, Kárpit művész, érdemes és kiváló művész szövött művészi életrajzán. Tanúi lehetünk egy több mint 40 éve tartó művészi pálya állomásainak. A művész kárpitjainak lelkünkhöz szóló világa segíti az embert elemelkedni az élet zaklatott hétköznapjaiból, mert mint minden Péreli kiállítás, ez is egyfajta beavatás. Péreli Zsuzsa, Kossuth díjas nemzetművésze, Kárpit művész kiállítása fantasztikus élményt ígér mindenkinek, aki ellátogat ide Kápolnásnyékre és végigjárja a Halászkastély termeit.
Zsuzsa adta ezt az elnevezést a kiállításnak, hogy kis életmű kiállítás. Egyébként a nagy cím az Világból világba, és aki végigjárja, az megérti, hogy miért ezt a címet adta az egyik legfontosabb művének is, és ennek a kiállításnak is a művésznő. Péreli Zsuzsa, aki szinte kolostori magányban akár egy éven keresztül is sző egy-egy kárpitot, szeretné a tárlatlátogatókat elcsendesülésre, szemlélődésre, elmélyülésre sarkalni. Aki vele tart ezen az utazáson, az talán közelebb kerülhet saját lelke egyensúlyban tartásához is. A művész minden képe, még a legdrámaibb alkotás is az élet, a létezés szeretetéről beszél. A művésznő, amikor összeállította ezt a kiállítást, akkor törekedett arra, hogy az életművének minden pici részletét felvillantsa valamilyen formában. Aki végigjár a termeken, az kronológiai sorrendben követheti végig az ő fejlődését is, és közben egy nagyon különleges lelki utazáson is részt vehet. Ezek az alkotások, ezek egészen rendkívüliek. Nem a megszokott kiállításra kell számítani, hanem annál sokkal izgalmasabb, sokkal érdekesebb utazásra, amelyre ő is invitálja az őt megnézőket tulajdonképpen. Mert ez nagyon fontos, ez a kommunikáció a nézőivel, a látogatókkal, és egészen 1979-ig megyünk vissza az időben, és onnantól kezdve ezek a kastélyban található nem túl nagy termek, terek nagyon szép lehetőséget nyújtanak arra, hogy a kisebb műveit is, akvarelleket, kollázsokat is megmutasson, és aztán így haladunk a nagyobb termek felé és a nagy munkák felé, amelyek már a Gobelinnek a fali kárpitok, és azt hiszem, hogy ahol most állunk, az meg egészen egyszerűen egy csodálatos terem, ez maga a csoda. Ez az angyalok terme, így nevezi, vagy így nevezte el Zsuzsa ezt a termet, és itt angyalok beszélgetnek egymással tulajdonképpen, és aki ide bejön, esetleg délelőtt, amikor a nap éppen ezekre a munkákra süt, akkor egészen különleges élményben lesz része. A tárlat megmutatja, ahogy Péreli Zsuzsa fogalmaz, hogy van egy égi és van egy földi gyökerünk is. Az aranyfonál a szellemi világgal köt össze, a másik piros szál a földi élettel. Test és szellem vagyunk egyszerre, halandók és halhatatlanok. Sárból és napsugárból vagyunk gyúrva. Öregedő, szenvedő és mulandó testé vált szellemek vagyunk mind, és ugyanakkor halhatatlan lelkek is. Nézd meg az angyal lehunyt szemű arcát, ott van rajta a béke és a nyugalom, a lelki egyensúly, mert tudja ezt a titkot. A Vörösmarty Színházban ünnepelte a tánc világnapját az Alba Régia Táncegyüttes. Az esten átadták a Pesovár Ernő díjat, amelyet a táncegyüttes alapító művészeti vezetője Potos József vehetett át. A hagyományokhoz hűen a Vörösmarty Színházban köszöntötték a tánc világnapját az Alba Régia Táncegyüttes és az Alba Régia Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Az ünnepi esten Majoros Róbert, Majorosné Szabó Veronika és Molnár Gábor koreográfiát mutatták be a Galiba zenekar kíséretében Kicsik és nagyok. Ez az a tánc ünnep, amikor Székesfehérvár városával, illetve hát az Alba Régia nagy családjának hozzátartozóival, tehát méltó körülmények között itt a Vörösmarty Színházban ünnepelhetjük a táncot, a tánc ünnepét, és külön azért fontos ez a mai nap, és azért örülünk, mert két év kimaradt a járvány miatt, és már nagyon hiányzott nekünk is, táncosoknak, és hát a szülőknek, és egy nagyon méltó kis műsorral az Alba Régia több generációja, a művészeti iskolás csoport, illetve a táncegyüttes felnőtt csoportja egy nagyon szép kis műsorral fog ma itt mindenkit megörvendeztetni. Major
Soros Robert az együttes művészeti vezetője számára a táncvilágnapja egyben megerősítés is, hogy a népi kultúra megőrzése kiemelten fontos a felgyorsult világban is. Most repertoáron lévő koreográfiák mind a felnőtt együttes részéről is, mivel mi júniusban készülünk egy nagy bemutatóval, egy új műsorral, egy gyerekdarabban, Novák Péter rendezésével, úgyhogy azzal folyamatosan azzal dolgozunk, úgyhogy ez, amiket most bemutatásra kerülő koreográfiák, azok már létező koreográfiák, viszont amitől más lesz ez, vagy érdekes lesz, az az, hogy a gyerekcsoportok koreográfiáival egy kerek egészé gyúrtuk ezt a műsort, úgyhogy lesz egy szép íve ennek. Az együttes egyik vezető táncosa számára a néptánc egy olyan tradicionális eszköz az öröm a bánat kifejezésére, amelynek mindenek felettisége megmutatja a hétköznapok és az ünnepek fontos pillanatait. Mi egész évben készülünk egy ilyen napra és az összes előadásra. Ez egy a sok közül, de szerintem számunkra is és minden táncosnak fontos a táncvilágnapja, hiszen mégiscsak ez az a nap, amikor megünnepeljük azt, amiért minden nap dolgozunk, ami az egész életünk gyakorlatilag. Hiszen mi itt az Alba Régiában heti háromszor táncolunk, és gyakorlatilag több, mint a fél életünket a táncházban töltöttük, úgyhogy ennek egy megünneplése. Az ünnepen Botos József a táncegyüttes legendás művészeti vezetője vehette át a Pesovár Ernő díjat, amely az európai hírű tánctörténet és néprajzkutató emlékét őrzi. Ez a díj attól különleges nekem is, hogy hát a este tanárom, példaképpen mesterem volt, és a végül barátom lett. Nagyon sokat köszönhet az együttes neki, amikor a 70-es évek indulásánál, amikor én kezdtem az együttes vezetését átvenni, sokat segített, és olyan új szellemiséget mutatott be nekem a koreografálás kapcsán, amit én azóta is követek. És az Európa a tánckutatás kapcsán is törőre költöttem minden, és 5 évig volt a tanárom, mint mondtam. És hát ez a végtelen büszkeséggel tört el, hogy én nekem tért el a kuratórium, amely körmenden alapult a Pesovár Ernő alapítvány kuratóriumának a döntése, amelyben ország több szövetsége, Martin Szövetségtől kezdve, a Gyermekörökség Szövetségtől kezdve, sokan vannak benne. Mindegyikből van egy tag delegálva, és ők most rám gondoltak. Ez óriási megtiszteltetés, főleg az, hogy Pesovár Ernő nevét viseli. A táncvilágnapját 1982 óta köszöntjük ezen a napon, a táncosok pedig ezen a felejthetetlen estén ismét hittet tettek, amellett, hogy a népi kultúra ma is a lélekből fakad és mindenkit meg tud szólítani. A Broadway örök klasszikusa került színre a Civil Központban, a Bohém színjátszó előadásában a Cabaret musicalt láthatta a közönség. Egy rendkívül fontos dátum, én azt hiszem a Bohém Társulat megalapítása egy kivételes lehetőség arra, hogy a fiatal és kevésbé fiatal tehetségek bemutatkozzanak egy olyan műsorpolitikával, ami azt hiszem, hogy egyedülálló egyik oldalról, a másik oldalról pedig párhuzamosan tanít is. Honnét jött a gondolat, hogy ezt a kettőt ötvözze? A színház az csodákra képes, és hogyha valahogy megtaláljuk azt az utat, hogy ennek segítségével gyerekeknek, fiataloknak segítsünk, hívjuk azt tanításnak, de sokkal inkább gondolnám ezt egy csodának, amit ők ezáltal megélnek, hogy a színház erején keresztül kapnak valami olyat, amiből ők táplálkozhatnak, amitől ők többek lesznek, az számunkra a legfontosabb. Én ezt ide tudnám kategorizálni az egész Bohémnak a lényét. Ugye van egy felnőtt társulat, ahol
idősebb, tapasztaltabb, már pályán lévő színészek játszanak, illetve van a Bohém Színjátszó, aminek most az előadásán vagyunk, a Kabaré című musical vizsga előadásán, ami viszont ugyanúgy 4 éve alapult, és ennek pedig az az alapja, hogy ezek a gyerekek, akik nem feltétlen színészek szeretnének lenni, hanem sokkal inkább szeretnének boldog emberek lenni és tartozni valahova, ennek én teret tudjak adni, és ennek én helyet adjak. Nagyon fontos, amit mond, hiszen ezt már le is írta, hogy sokkal inkább fókuszál a személyiségfejlesztésre, mint a színjátszásra, bár a kettő kézen fogva jár. Igen, abszolút így van. A személyiség, az önmagunk kifejezése talán a világ legfontosabb dolga. Nem kell ahhoz színésznek lenni, hogy el tud adni magad. Egy irodában, egy kávézóban, egy étteremben teljesen jól tud jönni az a fajta tudás, amit itt megszereznek ezek a fiatalok, megtanulnak beszélni, hangosan, érthetően kiállnak, és ami a legfontosabb, hogy magabiztosak lesznek, ami talán az iskolának is köszönhetően, a tanításnak nem feltétlen mindig olyan egészséges és magabiztos fiatalokat látunk. Most belenéztünk ebbe a próbába, Goodbye Berlin, helyesebben ugye a Kabaré megy. Azt hiszem, hogy ez egy olyan klasszikus darab, ami elvarázsol mindenkit. Milyen ez a darab a fiataloknak, illetve a fiatalokkal? Nagyon merész vállalkozás volt részemről, hogy ezt a darabot vettem elő, de azt gondolom, hogy én így tudom őket ösztönözni arra, hogy fejlődjünk, hogy minél nagyobb lesz a kihívás. Csináltunk már Abigail musicalt, csináltunk csoportterápia musicalt, csináltunk dzsungelkönyvét, de azt gondolom, hogy lépcsőzetesen ez így teljes és így alakul ki ez a kép, hogyha minél nagyobb az elvárásunk velük szemben. A Kabaré egy örökérvényű Broadway musical, ez megkérdőjelezhetetlen. Ennek a sikere biztos. Az, hogy erre ki mennyire fogékony, az már más. Én azt gondolom, hogy ezek a fiatalok maguk tudása szerint mindent beletesznek, akár a táncba, akár az énekben, a jelmezek, kiváló jelmezek, 150 jelmez készült Puskás Brigittának köszönhetően, ami az egy elképesztő szám, egy színjátszót tekintve, nagy díszletünk van, világításunk van, tehát hogy próbálunk annyira profin hatni az egész előadással, mintha ez egy kőszínházi produkció lenne, pedig nagyon kevés próbával született meg egyébként. Már pedig mindenképpen nagy kihívás, hiszen olyan mélységeket kell ebben a darabban, függetlenül a musical műfajtól megmutatni, ami azt hiszem, hogy példátlan. A musical műfaj egy nagyon különleges műfaj. Nem elég az, hogyha valaki csak jól tud beszélni. Nagyon sokrétű, és talán a zene az old a feszültségen, a gátakon. És ha nem is úgy szólalnak meg a dalok, akár ahogy egy normál kőszínházban, ahol egy 35-40 éves színésznő énekli, akár Sally Boss, én azt gondolom, hogy ennek segítségével, hogy a dalokat, a táncokat megkapják, valamiféle olyan pluszt kapnak ezek a fiatalok, hogy egyszerűen sziporkáznak és csodálatossá válnak. Ó, Vádis, merre tovább? Júliusban a Hamlet című tragédiát mutatjuk be, hogy a Shakespeare művét, hát az is egy rendkívül nehéz dolog lesz. Ez az első komoly prózánk, amivel próbálkozni fogunk. A próbák alapján kisebb-nagyobb siker, de még van 2 hónapunk. Bízom benne, hogy az is egy élvezhető és nagyon nézőbarát előadás lesz. Számomra, mint rendező, mindig ez a legfontosabb, hogy valahogy test közelbe hozzam azokat a témákat, amiket én megrendezek, akár a felnőttekkel, akár a gyerekekkel, hogy ne érezze azt a néző, hogy ő csak egy néző, hanem valahogyan egy személyesebb mozdulatot beletenni, egy személyesebb jelmezt, ami üzenhet. Minden rendezésemnél nagyon fontosnak tartom azt, hogy nagyon személyes, és nagyon emberközpontúvá váljon az összes darabom. Nem szeretem érzékeltetni, hogy a néző az külön van a színpadtól, a színpad külön van a nézőtől. Én szeretem egybe mosni ezt az egészet, még annak ellenére is, hogy nem az van, hogy a nézőnek kell szerepelnie. Ezt mindig távol tartom, mert tudom, hogy a nézők félnek. Ám aki jön a Bohém Társulat bármelyik előadására, számíthat arra, hogy találkozni fog önmagával. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!